Bármiféle egészségügyi probléma jelentkezik, mindig kiderül, hogy ezt valamilyen trauma, valamilyen traumatikus élmény okozta vagy okozhatta. Ezért nagy gondot kell fektetni arra, hogy azokat a traumákat, amik bennünket értek az életünk során, vagy eddig életünk során, próbáljuk megoldani. Ezeket ritkán fogjuk pontosan megtalálni, hogy micsodák, tehát nem biztos, hogy fogunk emlékezni arra, hogy 2 éves korunkban egy nagy darab kutya megugatott minket, és ettől aztán későbbiekben esetlegesen kutyaszőr allergiánk alakult ki, vagy ettől nagyon-nagyon félünk az állatoktól. Tehát nem biztos, hogy rátalálunk pontosan a kiinduló okra, de minden esetre általánosan is kezelhetjük a dolgot, és kezelhetjük úgy, hogy azokat a traumákat, amik a állatoktól való félelmünket okozták, vagy okozták, vagy okozhatták, ezeket a traumákat próbáljuk meg oldani, ezeket a problémákat vagy traumákat próbáljuk meg kezelni magunkban, amennyiben van ilyen, és ezeket nem feltétlenül kell konkrétan megtalálni, hiszen az meg egy újabb traumatikus élmény lehet, hogy mennyire megijedtünk annak idején, hanem egyszerűen általánosan próbáljuk meg kezelni azt a dolgot, hogy azt a traumát oldjuk, azt a traumát kezeljük, ami ezt a valamit, ezt a problémát, betegséget, félelmet okozhatta, okozhatja. Tehát traumaoldások és fontossága.